felsőfokú bírósági ítélet született, hétvégén tartott is erről Gyurcsány Ferenc egy sajtótájékoztatót. Tudják, az az ügy, arról van szó, amikor az Altus megbízást kapott egy pályázaton, egy projektet nyert az Európai Unió egyik projektjén, és ezzel kapcsolatban több kormányzati politikus megszólalt, maga a miniszterelnök is, és azt mondták, hogy bizony ez Gyurcsány Ferenc párt támogatásra, a DK támogatására használta ezt a pénzt. Gyurcsány Ferenc a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Sőt, azt mondja, hogy azért kapta meg, mert hogy pártpolitikus. Én semmiképpen nem akarom hát kedvét venni, egyáltalán nem, meg az ítéletet se akarom, nem tudom, kisebbíteni, de az jutott eszembe, hogy ez olyan tipikus kabátlopási ügy. Tehát, hogy erről a bírósági ítéletről, még első fokról beszélünk, az is igaz, szerintem sokkal kevesebben fognak értesülni, mint arról, hogy jaj, tudod, a Gyurcsány, akinek még a felesége révén és az Uniótól is, még most is ömlik a pénz. Nem? Van egy ilyen megfontolás, de én meg azt gondolom, hogy különösen, hogyha a miniszterelnökkel lehet megvívni egy ilyen küzdelmet, akkor nem kell kitérni előle. Nem akarom plagizálni az első holdra szálló űrhajós szavait, aki mondta, hogy kis lépés az ember, de nagy lépés az emberiség történetében. Ez kis történet az én életemben magunk között szólva, de a tekintetben nagy lépés, hogy sokan azt láthatják, hogy meg lehet verni Orbán Viktort is. Jaj, nem már, most egy ilyen rágalmazási, becsületsértési, sajtóhelyre igazítási, nem ön az egyetlen, akinek kiment a miniszterelnöknek, vagy a miniszterelnökségnek. Csak még senki nem nyert. Orbán Viktorról most mondta ki először a bíróság, sőt hozzáteszem, hivatalban lévő miniszterelnökről most először, hogy nem mondott igazat, ha úgy tetszik, hazudott. Elég szimbolikus történetek. Arról a miniszterelnökről, aki egyszer azt mondta egy újságíró kérdés, hogy ő még soha nem hazudott a politikában. Most van róla papírja. Igaza van, elsőfokú ítélet, meg kell várni, hogy mi lesz másodfokon. Hozzáteszem, nem tudom, hogy fellebbeztek-e. Részámomra őszintén szólva, akkor elvi kérdés is volt. Én kértem meg a cég vezetését, nem volt nehéz a feleségemet, hogy én szerintem ezt ne hagyjuk szólni. Tényleg, hát szóval miért kell hónapokon keresztül belénk rúgdalni? Ha én jobboldalú kötődési ember lennék, akkor Orbán Viktor hurcolt volna körben az országban, mint egy nagyon sikeres történet. Tehát, hogy elképesztő, hogy valaki nemzetközi versenyben magyarként ilyen jól szerepel. Csak azért, mert politikai rivális vagyunk, kiabálhat kígyót békát. Hát én meg nem engedem meg, hogy kiabáljon kígyót békát, és senkinek nem is tanácsolom, hogy eltűrje ezt. Jó, de hát ott meg azért csak megfogható, vagy csak támadható a történet, vagy morálisan kérdőjeleket vet fel, most akkor már minden irányból körbeírtam, hogy a DK-nak az egyik, ha talán nem a legnagyobb támogatója, az ön saját maga, már hogy pénzügyileg. Hogyha önnek bevétele származik például egy uniós pályázatból, projektből, a cégén, a feleséget cégén keresztül, aztán a DK-nak is, mint pártnak a legnagyobb befizetője, ha nyilván nem turkálhat senki az önök pénztárcájába, hogy forintra pontosan azt fizették innen oda, na de ezért a jövedelme mégiscsak az Európai Unió felől érkezett, és mégiscsak öntől érkezett pénz a párthoz. Nézze meg, kapok a Magyar Országgyűléstől is havonta több mint 1,5 millió forint fizetést. Hogyha én azt arra használom, hogy támogatom belőle valamelyik civil mozgalmat, valamelyik pártot, akkor az a bűnös dolgot teszek. Én szerintem meg ez a helyes. Olyan világban, ahol azok, akik megengedhetik maguknak legálisan, átláthatóan, törvényesen támogatnak közéleti szerepeket, az én szerintem jó. Ez az a polgári világ, hogy nem mutyiban támogatunk, nem vagyunk senkinek sem a zsebébe, nem kiveszünk a politikából, hanem beteszünk a politikába. Én szerintem ezért dicséretet érdemlek. Az egy más kérdés. Hát a saját pártját támogatja, nem mint egy gyermek alapítvány. De nagyon sokat, évi több mint 10 millió forintot költünk ilyen típusú civil ügyekre is. De miért tehetném? Szóval, és semmit nem von le ennek az érvelésnek az önmagában vett igazából, hogy ebből a konkrét ügyből, még ha akartuk volna, sem tudtuk volna támogatni természetesen 2014-ben a választás évében a pártunkat, mert addig még egy megbeszekedett vasat nem kaptunk. De újra azt mondom, ha valakinek van törvényesen pénze, akkor az nyújtson törvényes támogatást bármilyen közéleti funkcióra, átláthatóan, bevallottan. Onnan tudják, hogy én támogatom a pártomot, hogy ezt elmondom. Mennyivel jobb ez a gyakorlat, mint a párt pénztárnokok szürke világa által
berendezett szerepek szerint csinálni ezt. Én azt nem szeretem, az ellen küzdöttem, ma is küzdök. Nem lopunk, tiltottan nem támogatunk, de ha megengedheted magadnak, szánjál közéleti funkcióra, szánjál másra. Azért egy kicsit a történetet árnyalja, hogy a pénztárnokok, a párt pénztárnokok elleni küzdelmét azt akkor kezdte el, amikor már az MSZP-t otthagyta. És DK pénztárnok nincs, tehát akkor nem volt kit támadni, tehát hogy visszafele támadott. Magának nem kell rá emlékeznie, mert mégis emlékezne mindenre. Én amikor 2006-ban új kormányt alakítottam, a legelső intézkedéseim egyike volt, hogy készítettünk egy új párt- és kampányfinanszírozási törvényt. Nagyon jól is álltunk vele. Az a mainál még szigorúbb benne, mint amit most végül elfogadtunk. Már aláírták a frakciók szakértői. És egyszer csak jön a hír, hogy Orbán pártelnök nem enged meg, hogy a parlamentben megszavazzák. És amikor bonyolult kerülő úton megpróbáltam megtudni, hogy miért nem, akkor azt válaszolta az ő akkori pénztárnoka, akivel azóta már haragban van, nem nekem, hanem egy közvetítőnek, hogy a pártelnök úr nem akarja, hogy más is ellenőrizze azokat a forrásokat, amelyek a ő pártjához mennek. Én meg ennek az ellenkezőjét akarom. Azt akarom, hogy minden fillérünket lássanak. Azt akarom, hogy ne kelljen szégyelnem, amikor azt mondom, hogy május 1-én, tegnap, most nem tudom szórakoztatni az én közönségemet, oda megyünk az emberek közé, mint mindig, ahhoz nem kell sok pénz, azt meg lehet csinálni különösebb pénz nélkül is. Az, amire szükség van, hogy legyen emberi normális kontaktus, az létrejön, és bevallom, hogy hát sajnos nem tudtam szórakoztató műsort hozni, de így sem találkoztam kevesebb emberrel, és erre büszke vagyok, be kell magának valljam, és azért is mondtam nincs, el. Ennyire nincs pénze a DK-nak, vagy tényleg ennyire brutálisan drága lett volna bérleti, vagy színpadbérlés, vagy területbérlés? Ugye pont egy hete beszélgettünk, amikor volt egy tüntetésünk. Igen, igen. Az alaptörvény elfogadásnak a tőkéforrása. Egy akkora kis tüntetés, mert az nem egy hatalmas dolog, és nem kell szereplőket szerezni. Az nagyjából 1,5-2 millió forint. Egy akkora. Egy ilyen május 1-e az nagyon könnyen 3-5 millió forintig biztosan elmegy. Elmondtam én tegnap, hogy a mi pártunknak a 250 milliós költségvetéséhez képest van 13-4 millió forintnyi adóssága. Ez nem sok, de amíg adósság van, addig újabb adósságból sajnos nem nincs tudok ilyeneket tenni. Nem tudok ilyeneket tenni, és őszintén elmondom a választóimnak, és azt remélem, hogy ők ezt megértik. Mert azt gondolom, hogy aki így viselkedik ellenzékben, az mutatja azt, hogy a ti pénzetekkel a kormányon vagyok, a közpénzzel, azzal is így fogok bánni. Mert az nem az én pénzem, az a tiétek is. Amikor Magyar Nemzeti Bankról is másról beszélünk, meg Felcsúti Kisvasútról beszélünk, akkor azért háborodnak fel jogosan az emberek, mert úgy gondolják, hogy az ő pénzüket esztelenül használja ez a kormány, időnként törvénytelen és elkölcstelen módon is. Én meg azt akarom mutatni, hogy lehet ezt másként csinálni. A Kisvasút az melyik? Az esztelen. Az DK-s aktivisták próbálták megakadályozni, vagy legalábbis szimbolikusan az indulását. Igen, hát késleltették is. Ez egy nagyon látványos kifejezése annak, hogy mi nem szeretjük ezt a dolgot. Én két dolgot sem szeretek ebben az ügyben. Nem jó. Minden szertnek egy picikét maga felé hajlik a keze. Én azért nem haragszom, hogyha valaki kormányon van, egy picit segít a szülőhelyének. Ezt szerintem elnézik az emberek, de itt hogy a pokoli aránytalanság van, ami ott történik azon a településen. Ez már eleve nincsen rendben. Kettő, a napnál is világosabb, hogy ez a kisvasút nem tud úgy működni, olyan gazdaságosan, ahogy megígérték a tervpályázatban. Több utasnak kellene lenni, mint a budapesti egykori úttörő a gyermekvasútnak. Ugye azt egyikünk sem képzeli el, hogy ez meg fog történni. Miért kell nem, akkor egykori az működik, ha gyermekvasút. Egykori úttörő vasút, vagy úgy hívták, úttörő vasút, most gyermekvasútnak hívják. Igen, nem kell. Ha van elkölthető pár száz millió forintok, ez pár száz millió forint volt, annak mennyi helye van az egészségügyben? Mennyi helye van az oktatásban? Miért nem azt nyomja a miniszterelnök? Hát nincs olyan nap, magánál ma volt egészségügyi téma, ha jól hallom. Hogyne. Valaki hívott, nagyon tetszett neki a vendége, akit én ismerek, mert dolgozott a mi kormányunkban valamikor nagyon régen, beosztottként. Hát látjuk minden nap, hogy micsoda pokoli hiány van ott pénzből. Akkor mi nem odaadjuk? Nem kisvasutat azért, mert az én falvamnak kellene még egy kisvasut, és mi minden nem kell. Még. Ez a kisvasut egyébként minek? Tehát, hogy abból származik, tehát a turizmusnak iszonyú fellendülése, ebből aztán a település felvirágzása?
egyelőre nem megy sehonnan, sehova. Nincs elegendő látnivaló. Ez egy vasútnál hátrány. Ez hátrány. Nagyon szép az arborétum, én ezt belátom. Én nem tudom megítélni szakmailag, hogy ha elviszik Etyekre, ami ellen tiltakoznak a helyiek, és ott is ott vannak a migyeink, aláírás gyűjtenek éppen a következő napokban, megkapták rá az engedélyt, hogy az javít-e vagy nem javít. Olyan sok pénzt szórunk el eztelenül és értelmetlenül, amikor még máshol hiányzik, és nincsen megbeszélve. Szóval én azt gondolom, hogy lehet sok mindenre költeni, emberek, van ennyi pénzünk. Maguk szerint mire kell ezt költeni? Hol érünk el ezzel a legtöbbet? Mint ahogyan ezt megcsináljuk kisebb közösségekben is. Most ilyen beszélgetéseink nincsenek sehol sem ebben az országban. A miniszterelnök kényekedve szerint mi a dolog, és be is vallja, hogy a legnagyobb projektekről elve ő dönt. Hát hogyan van ez, kérem szépen? Hát meg lehet, hogy a legkisebbekről is, hogyha ez csak pár százmillió forint volt, mármint a kisvasút, akkor lehet, hogy erről is. Visszatérve a mostani elsőfokú bírósági ítéletre, az, hogy a miniszterelnöknek a sajnálatát kell kifejeznie, hogyha ez másodfokon is így marad, akkor ezt úgy el tudja képzelni, hogy Orbán Viktor kiáll, vagy lenyilatkozza, hogy sajnálatomat fejezem ki, hogy azt állítottam hamisan Gyurcsány Ferencről, hogy a pályázaton szerzett pénzpolitikai célokra is így tovább. Hát ő mindig törvénytisztelő állampolgárnak mutatja magát. Hát maga el tudja képzelni, hogy egy jogerős bírósági ítéletet nem hajt végre a miniszterelnök. Én nem tudom elképzelni. Ugye hallja az iróniát a hangomon. Én meg nem nyilatkozom. Köszönöm szépen, hogy itt volt.